Megaden Székesfehérvári Táncszínház Egyesület megalakulásának 15 éves évfordulóját ünnepelték a Vörösmarty Színházban. A jubileumi ünnepségen Cserpakovics András Székesfehérvár polgármestere köszönte meg Rohó Tamás és csapata munkáját, kiemelve, milyen fontos, hogy a fiatalok számára legyenek olyan közösségek, mint a Megadance, amelyhez jó tartozni, amely jó élményeket hagy később is a felnövekvő generációban. Ez a közösség sokat ad ezeknek a fiataloknak, azoknak is, akik mind a mai napig táncolnak, azoknak is, akik esetleg máshol vannak, vagy a tánc közösségében, vagy egyéb dologgal foglalkoznak, de mégiscsak ide gondolnak, vagy adott esetben el is jöttek a mai nap. És ha már közösség, akkor városunk fő szimbóluma és közösségünk szimbóluma az országalma, úgyhogy ha megengedik, akkor a születésnap alkalmából ezt a kis festményt átadnám most Rohó Tamásnak, gratulálva neki és mindenkinek, aki a Megadance-hez hozzátesz. Az ünnepi alkalomból az ország számos pontjáról is érkeztek fellépők, mint ahogy ott voltak az egykori Megadance tagok, barátok, mesterek és számos olyan ember, aki segítette az elmúlt 15 évben az együttes működését. Folyamatosan mindenféle érzések kavarognak bennem. Itt azért nagyon fontos a mai estével kapcsolatban, hogy ez ennek a 15 évnek egy nagyon-nagyon szép, és reményem szerint, ha minden összejön és úgy lesz, hogy azt én szeretném, akkor egy olyan különleges pillanata lesz szerintem, mind színházi szempontból, mind pedig a tánc szempontjából, amire mindig emlékezni fogok. A táncünnepről természetesen nem hiányozhatott az édesapa Rohó Attila sem. Hazánk egyik legpatinásabb táncstúdiója, pécsi Eurodance Táncszínház alapítója és művészeti vezetője, a legenda, aki már több mint 3 évtizede vesz részt a diákok és a felnőttek modern tánc tanításában. Nagyon nagy dolog, amikor az embernek a fia is azon az úton haladt tovább, amit az apja elkezdett, és nagy büszkeséggel jöttem el, és hát köszönjük a meghívást. Az esten ismét bebizonyosodott, hogy Rohó Tamás az elmúlt másfél évtizedben meg annyi fiatal életében játszott kulcs szerepet, megerősítve tehetségüket, megtanítva nekik a művészi alázatot, mindazt, ami a csillagokig repíti az elkötelezetteket, és azt is, hogy bizony igazságot osztott meg velünk Tony Parsons: ha a szíved csordultig telt, akkor már nem beszélsz, hanem énekelsz, és ha a szíved túlcsordul, akkor már nem énekelsz, hanem táncolsz.